Köszöntöm a nézőinket, azt hiszem, hogy sokan értesülhettek róla, remélem, hogy akár ott voltak személyesen is, de itt a Tolnatáj televízió adásaiban is láthatták, hogy nemrégiben Bogyiszlón falunapok voltak. Természetesen ezeknek a falunapoknak az egyik fő célja a hagyományőrzés. Nos, ez zajlott Bogyiszlón is, és felé. Képett a helyi táncegyüttes is, a Bogyiszlói Hagyományőrző Egyesület. Minden szépen zajlott a koreográfia szerint, aztán a tánc végén történt egy olyan dolog, amiről mindenki suttogott, amire mindenki nagyon-nagyon készült, de egy valaki nem tudott erről a dologról. Őt köszöntöm ma itt az ismerő stúdiójában, Ster a vendégünk, Marika néni. Hát Marika néni nem tudott erről a nagy-nagy ünnepségről, pedig nagyon sokan készültek rá. Bizony a tánc végén talán Bogyiszló történetében még Gömbös Gyula idején volt rá példa, azóta nem, de átadták a diszpolgári címet, és ezt önvehette át. Nagy öröm volt, sokan örültek, sokan megkönnyezték, és hát természetesen ilyenkor jön a kérdés, adja magát, hogy hogyan élte meg ezt a nem mindennapi eseményt. Nagyon-nagyon meglepődtem, nagyon jól esett. Még mindig emészgetem, hogy én kaptam ezt a címet, vagy ezt a díjat, de nagyon-nagyon jól esett. Tényleg nem tudott semmiről? Nem, semmiről nem tudtam. Semmiről. És ott, amikor a fiúk felvezették, vagy a Detti, meg a Gyuszi ezt a kis beszélgetést ott előtte, a beszélgetés második felében éreztem, mintha rólam lenne szó. És akkor raktam össze egy-egy pillanatot, amit az előző napokban láttam, hogy beszélgetnek, sustorognak, és nem tudtam, hogy miről van szó, és akkor kapcsoltam onnan, amit rólam volt biztos szó hogyan élhet meg az ember egy ilyet, hogyan ö, jár kell ezután, milyen terhet ró, vagy egyáltalán tehere, édes teher, keserű teher az, hogy valaki egy ilyen címnek a birtokosa. Én ettől a címtől nem lettem se, nagy, se nagyobb, se jobb, se rosszabb, nagyon-nagyon jól esett. Nyilvánhoz ez felelősséggel is jár továbbra is. Ugyanúgy végzem a munkámat, mint eddig. Ugyanúgy fogok táncolni, ugyanúgy őrzöm bodhiszló hagyományát, ugyanúgy képviselem bodhiszlót, amere megyek a világba, meg hát itthon is. 30 éves munka van azért mögött, ezt elmondhatjuk, a hagyományőrző egyesület, ami annó egy kis baráti társaságnak indult, aztán hová nőtte ki magát, ugye mondhatni, hogy ön a lelke. A népművészettel, a hagyományőrzéssel azonban azt hiszem, hogy nem egyik napról a másikra fertőződik megidézőjelbe téve az ember, hanem talán már a gyökerekben kell keresni ezt a kötődést. Van-e önnél ilyen, és hát hol vannak ezek a gyökerek? Én azt hiszem, hogy gyerekkoromban a bogyiszlói lakodalmakban valahogy ott láttam elsőbb, hogy olyan szépen énekeltek, táncoltak az idős emberek. És akkor az iskolába kisebb tánccsoportok voltak, és aztán a 70-es évek elején, amikor kezdődött a születi nap szexáldon decsi lakodalom, akkor mi Bogyiszlón is szerettük volna, hogyha egy csapatot össze tudunk hozni, és el tudunk jönni, és ha megkerestük az akkori kultúrázi igazgatót át, hogy próbáljunk összeszedni embereket. És sikerült is, és nagyon nagy sikerrel szerepeltünk mindig a szexádi napokon is, meg a decsi lakodalomban is. Fölvonultattunk Bogyiszlón kocsikon idősebb embereket, fiatalokat, gyerekeket népviseletbe persze, és ez 1975-76-ig, ez így volt szinte minden évben, és akkor 76-ban volt egy gyűjtés, Bogyiszlón Martin György gyűjtött, és akkor igazán azt hiszem, akkor fogalmazódott meg bennünk, hogy, 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 kellene egy, egy olyan fix csapat. És ez a fix csapat, ez egy nagy baráti társaság volt. És utána ehhez jöttek az iskolások, fiatalabbak, idősebb emberek, és 78-ba megkerestük, 77-78-ba Szabó Pista bácsit, az általános iskolában ő oktatott bennünket táncra, hogy segítsen nekünk. De ő az egészségügyi állapotára hivatkozással azt mondta, hogy ő nem tud, de neki van egy nagyon jó barátja, aki táncszakember, és ez a Szabadi Miska bácsi. És egy este meg is jelent vele a kultúrházba, persze mi nagyon örültünk neki, és akkor igazán elkezdődött a munka. Egy héten egyszer péntekenként jött a Miska bácsi. Mi ott voltunk minnyáján, sok-sok idős embert meghívtunk, asszonyokat, férfiakat, és lestük el a lépéseket, lestük a szájukról a nótát, szólt a zene, ott volt egy nagyon jó cigányzenek a kis Jáncsi bácsi vezetésével, és ez adott egy óriási lendületet nekünk, hogy ott nagyon-nagyon jó mag volt. És hát így próbáltuk elkezdeni az egészet. Jut hová jutott ez? Meddig jutott ez? Hát ez addig jutott, hogy 78-ban a Pécsváradi Leányvásáron, már mint Bogiszlói Szövetkezeti Népi Együttes, a hagyományozó kategóriában ezüst minősítést nyertünk. Akkor 78-ban részt vettünk a Dunamenti Folklorfesztiválon, ott megismerkedtünk egy német együttessel, és 79-ben egy németországi fesztiválon találtuk magunkat. Hát egy óriási élmény volt. Óriási élmény volt, életünkben akkor voltunk talán elsőbb külföldön. És utána sorozatba jöttek a meghívások, fellépések, de nyilván nem csak külföldön, itthon is. Szinte minden szövetkezeti fesztiválokon, nyugdíjas találkozókon, születi fesztiválon, ami megmozdulás volt a néptánc terén, ott úgy gondolom, hogy mi helyt álltunk, és ott voltunk. Önök nélkül nem volt rendezvény? Hát lehet, hogy volt, de de, de, de mi, ahova hívtak bennünket, mi mindenütt ott voltunk. És a, a sok oklevél, a sok elismerés, a díj, a nívódíj, az aranyminősítések, ami ott a művelődési házban, ott van egy szobában, az mind arról szól, hogy sokat dolgoztunk. Van önnek valamiféle polgári foglalkozása is, és amellett hobbi ez a dolog, vagy teljesen elretette az életét? Nincs, nincs semmi különösebb foglalkozásom, én most már nyugdíjas vagyok. Nyugdíjazásom előtt a Bogyiszlói tsz dolgoztam, és én nagyon-nagyon jól éreztem magam ebbe a csapatba, 20 évvel ezelőtt is, és most is. Nyilván azóta már négy-öt generációváltás volt, de én most is jól érzem magam. És akár merre megyünk, ott úgy gondolom Bodiszlót is képviseljük, meg hát Magyarországot, ha bárhova megyünk. Mennyire könnyű fenntartani egy ilyen csapatot? A szavaiból azt tűnik ki, hogy egyszerű, egyszerűen lelkes csapat van, aki generálja magát, úgy lép előre, de több téren hallunk azért itt-ott más együttesek kapcsán utánpótlás gondokról, hiszen hát valljuk be őszintén a mai fiatalság többségét nem biztos, hogy a hagyományápolás érdekli, bár be kell vallanom azt is, hogy amikor én most Bogyiszlón látta, jártam, akkor pont az ellenkezőjét láttam, tehát bizony ott az idős néniktől, bácsiktól kezdve a fiatalokig mindenki részén. Az együttesnek úgy tűnik, hogy önöknél nincs ilyen probléma. Hála Istennek van utánpótlásunk, nagyon jó a kapcsolatunk az iskolával, és mindenben támogatja a gyerekeknek az oktatását. Az volt a kérdés, hogy milyen nehéz fenntartani ezt az együttest, összetartani. Nehéz. Lehet, hogy nem látszik kívülről, de nagyon nehéz. És itt azt hiszem a pénz dominál megint. Régebben is, de most, most még mindig ne, ne. Szóval mindig nehezebb lesz az, hogy összetartani egy csapatot, ahhoz tényleg kell egy mag, ami hála Istennek azért még van, mert anélkül egy félkarú óriás lettem volna, ha nem lettek volna ilyen segítőim, az idősebb, vagy az, vagyis az én generációmból, és a fiatalabb generációból is. Össze lehet tartani, nyilván ehhez nagyon sok erő kell, és nagyon sok munka, meg sajnos most már pénz is. De hála Istennek vannak fiatalok, akik kedvet éreznek hozzá, és büszkén viselik ezt a viseletet, büszkén énekelnek bodiszlóról és táncolják is, a, ami bodiszlóról szól, és a gyerekek is. Hogyan látott Anu neki ennek a munkának, amikor eldöntötte, hogy összegyűjt mindent, és megőriz, megóv mindent, ami bogyiszló hagyományához tartozik, akkor hogyan kezdte ezt el? Gondolom, hogy volt, akiknek ez akkor még természetes volt, ők még talán azt viselték, abban jártak, mások meg már talán pont egy kicsit nyűgnek érezték ezt a népviselet is dolgot, ugye azért volt egy olyan váltás, amikor úgy az emberek inkább elhagyni szerették, és a más öltözet felé fordultak. Ön hogy kezdte meg ezt a munkát egyáltalán? Hogyan lehetett egy olyan kis településen, mint Bogiszló elkezdeni azt mondani Mari néninek, hogy hát bizony ezt a szoknyát adja nekünk, mert ez, ez, ez jó lesz, és ezt megőrizzük? Szerintem ez nagyon természetes volt. Nagyon, sok, nagyon sokunknak nem volt saját öltözete, mert nekem otthon az édesanyám nem volt bőszoknyás. Az mit jelentett, hogy nem volt bőszoknyás? Hát nem a hagyományos bogyiszlói viseletben nőttem én bele, mert otthon édesanyám nem ilyen viselt. De aztán én is vettem magamnak. De bogyiszlóra inkább az jellemző, hogy minden idősebb asszony még mindig abba bőszoknyába jár, tehát a viseletet viseli. És nagyon szívesen adtak kölcsön. Ha kiállításra vagy bárhova kellett, nagyon szívesen a mai napig adják kölcsön, tehát nem irigyek inkább azon vannak, hogy mutassuk meg, hogy nekünk is mi van. És most már mindenkinek saját öltözete van, saját kosztümje, saját szoknyája, harisnyája, kendője, mindenkinek sajátja van. Saját kezüleg készíti? Kezüle? Igen, van a faluban két család, aki ezt szívesen csinálja. Az egyik az jelenleg is táncol, a komasszonyom, és az édesanyjával együtt ők ezt készítik, de van egy másik család is, akik ezt készítik, és nagyon szépen. És nagyon nagy türelem kell hozzá ezt a szoknyát így ráncba szedni, és azt hiszem elég sok idő is. Tehát az a jó, hogy még van, aki ezt elkészíti. Nem tudom, hogy a család mit szól ehhez, vagy mit szólt ehhez, vagy kedves férje talán anno éppen a táncosok közül került ki? Nem, nem a táncosok körül, közül került ki, ő tolnai, nem is bogyiszlói születésű. Mikor megesküdtünk, bogyiszlón laktunk, és az az egész akkor kezdődött és ő belecsöppent egy baráti körbe, aki vígkedélyű, szeretett énekelni, táncolni, és ő szintén, és valahogy, mintha oda beleszületett volna, és ő mindenbe támogatott, akár merre mentünk, egyedül vagy társasággal ő mindenbe támogatott, és hát a szüleink is, édesanyám is, meg a férjem szülei is örültek és büszkék voltak szerintem rá, hogy táncoltunk, csak sajnos már ezt nem érhették meg, hogy én most ilyen kitüntetést kaptam, biztos annak is nagyon örülnének. A gyerekek tovább viszik esetleg ezt a vonalat? Sajnos nekünk nincs gyerekünk, a Jóisten Isten, mi életünket így rendezte el. Nekem a tánccsoport volt a, a, mindenem, a testvéremnek a gyerekei, és, és hát ő bennük találtam meg talán azt, ami az életben nekem nem adatott meg. A népművészet nagymestere is, hogyha okay. jól tudom, ezt a címet is viseli. Hogy miért nem elég az, hogy az ember úgy egyszerűen összegyűjti ezeket a dolgokat, és mondjuk el tudja persze mondani, hogy mi micsoda, de hogy ilyen magas szintre vigye ezt a tudást. Miért találkoztam már olyan népművészekkel, akik szintén ugye gyerekkorukban úgymond valamit láttak és vitték, vitték tovább, és egy idő után azt látja az ember, hogy aki ezzel foglalkozik, mindent a legmagasabb szinten akar tudni, és mindenről a, a, a legmélyebb tudást elsajátítani. Ez miért fontos? Hát nem tudom, ez valahogy benne van az emberbe. Én 93-ban lettem népművészet mestere, és annak is nagyon megörültem, annak a címnek, de attól sem lettem nagyobb de ezt, a néptáncot, ezt csak szívvel, szívből lehet csinálni, ez színnel, színnel nem lehet. Hogyha itt, itt bent nem érzem azt, hogy nekem ezt kell csinálni, vagy, vagy ezt szívvel, lélekkel kell csinálnom a színpadon, amit teszem a dolgomat, Ez csak úgy tességlásségból nem lehet, mert aki úgy csinálja, az előbb-utóbb kiesik a rostán. Ezt ön látja már? Mondjuk amikor igen. jön már igen. valaki, próbálkozik, igen. kisgyerek. Igen, igen igen, látom, és ezek az, én korosztályom, aki még táncol a baráti köröm, azok is ezt szívvel, lélekkel tudják csinálni. És nekem ez volt a jó, hogyha voltak mellettem ilyen emberek. Sajnos már vannak közöttünk, akik, vannak közülünk, akik már nincsenek itt, de ők is mind ilyen szívvel, lélekkel csinálták. Ez, ez olyan természetes volt én emlékszem rá, a 70-es, 80-as években nagyon sokat dolgoztunk. Mindenki nappal ledolgozta a műszakját, délután kint a paprikaföldön vagy a kukoricaföldön, és este mentünk próbálni. És az olyan természetes volt, nem volt fáradtság nekünk ez, hogy most odállok két óra hosszat próbálni. Miska bácsi mindig szokja mondani, hogy nálunk tapasztalta azt, hogy este 11 órakor mondta, hogy gyerekek vége, be, fejezzük be, és akkor leszóltunk a színpadon, hogy még próbáljuk el egyszer-kétszer, hogy már is vége van, pedig egész nap dolgoztunk. Ez egy, valami olyan motor hajtott bennünket, ami össze is tartotta a csapatot, de, de nem csak a táncterén, hanem munkában is nagyon sokat segítettük egymást, vagy lakodalmakkor. Mi örömbe bánadva ez a az a mindig együtt volt. Mennyire igénylik még a bogyiszlóiak például azt, hogy akár egy nagy-nagy lakodalom alkalmával önök felvonuljanak? Ugye én azt hiszem, hogy a bogyiszlói lakodalmakról, hát külön több műsort is megélne, én magam is részese voltam már ilyennek, és végül is kimondva, kimondatlanul, de nagyon jól tudjuk, hogy egy bolyisztomi lakodalom nem egy napból áll, hanem ott lehet mondani három-négy napot. Mennyire fontosak még, még ezek a dolgok, ugye? Most már lehet mondani, hogy a mai kor emberének. Tehát. Szerintem fontos. Még mindig háromnapos lakodalmak vannak, vagy négy szerdától vasárnapig szinte, mire odapakolnak, meg visszapakolnak. Vissza. És pláne, hogyha az együttesből megy férhez valaki vagy nősül, akkor az együttes minden apraja nagyja, az kiveszi a részét a munkából is, meg a táncból is, a segítségből is, elkísérjük népviseletbe a templomba, az ifjúpát, visszakísérjük, és hát éjszaka is végig ott állunk mellettük. És ez nagyon érdekes, mert vannak más települések, mi lehet ott Bogyiszlón, ami ennyire különleges, ahol meg hát sokszor arról panaszkodnak az idősebbek, hogy hát tartanak attól, hogy bizony megszakad a hagyomány, nem lesz tovább ö, olyan személy, aki vigye majd ezt a dolgot, mert bizony a fiatalok annyira nem érdeklődnek. Mi lehet Bogyiszlóban? mi, mi más ott, amiért ez így ennyire megmaradt. Szerintem mi semmivel nem vagyunk különbek, mint másik emberek. Nem tudom. A természetessége. Lehet, hogy éppen önnek köszönhető, mint mint hát nem hiszem. Nem hiszem, hogy nekem a környezet talán, ott, ott az idősebb embereknek is tetszik ez, amit csinálunk. Olyan jó érzés most is, hogy ha van egy lakodalom, és ha mi táncolunk, felnőttek, a gyerekek odállnak közénk, megfogják a kezüket. Vagy idősebb emberek táncolnak, mert azért táncolnak idősebb emberek is szépen módjával járják a csárdást, akkor mi odállunk közéjük, és, és ők örülnek neki. Én azt gondolom, hogy egy, egy olyan nagyon összetartó emberek a buddhiszlói emberek. Igazi parasztfalú és, és, összetartó emberek. Munkában is, bánatban is, örömben is. És én gondolom, hogy, hogy, még ez továbbra. Én, én bízom benne, hogy ez továbbra is így lesz nagyon szeretik Önt ott Bogyiszlón, amikor jöttünk el erről a bizonyos rendezvényről, és hát sétáltunk, mi is végeztük ugye a dolgunkat, és sétáltunk a, 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 az autónkhoz, és akkor folyamatosan önről beszéltek az emberek, hallottam, és mindenki azt mondta, hogy nagyon megérdemelte, ön nagyon megérdemelte nem, ezt a kitüntető címet. Nem, nem tudom, én ezt én nem, semmi különöset nem tettem, nem tettem ezért, hogy ezt megkapjam, meg meg az emberek véleményért se. Hát aki örült neki, azt köszönöm szépen. Aki meg nem adta meg, nem tudom. <laughs> hát Lehet ez, ilyen is? Biztos, hogy van. Hát ugye három ember közül már egy valakinek más a véleménye, tehát minden embernek van véleménye. Hát nekem ez nagyon nagy öröm volt, nagy, úgy érzem, hogy nagy megtiszteltetés. Ugye gondolom, hogy itt el lehet mondani az ön esetében is, hogy szerencsés ember, hiszen a munkája a hobbija, de van-e esetleg olyan időszak, amikor úgy, úgy elég? Amikor úgy leteszi a viseletet, leteszi a vele járó javító munkákat, meg minden mást, és egy kicsit mással foglalkozik. Mi az a más? Van -e nagyon ilyen? szeretek olvasni, nagyon szeretem a baráti társaságot, elég nagy baráti társaságunk van. Nagyon szeretek otthon lenni ketten a párommal, és úgy el lenni otthon. De ezt nem lehet kizárni. Ezt nem lehet úgy letenni, hogy én most hazamentem egy próbáról, vagy vége van egy fellépésnek, és akkor most lehúzom a rolót. Mert óhatatlanul este, mikor lefekszem, akkor eszembe jut, hogy ezt hogy kellett volna. De ezt legközelebb nem így kellene csinálni. Vagy egy külföld, külföldi út előtt. Nagyon-nagyon sok szervezés van nem csak, hogy megfogom a bőröndöm és felszállok a buszra, hanem hogy mindenki, van 40 ember, hogy jó helye legyen mindenkinek, jó sikerüljön, minden ott legyen, ajándékokkal, hogy állunk, egészséges legyen mindenki. Ezt nem lehet úgy letenni, hogy én most lehúzom a rólót, és, és, nem gondolok rá. Mert ha, ha, így csinálnék, akkor, akkor nem, megtagadnám én magam. Mi volt a legemlékezetesebb utazása? Már itt a külföldi utat is említette. Nekem a legemlékezetesebb az első németországi út. Csodálatos volt. Ez egy ha, két már, hetes... bocsánat, az is különleges volt, hogy menni lehet. igen, ugye? igen, egy kéthetes fesztivál volt, két helyszínen, és ebből az egyik helyszín a Schlitz, akivel a partner kapcsolat van, akivel áll a Csodálatos kis város, nagyon barátságos emberek, minket most is úgy fogadnak, mintha hazamennénk, pedig 8-10 fesztiválon biztos, hogy voltunk. Mi mindig különleges vendéglátásban részesülünk, fogadáson ott vagyunk, nem tudom, mintha mi örök életünkbe ismertük volna egymást. És ott már annyi baráti kapcsolat alakult, nem csak hivatalos kapcsolat, hanem családi és baráti kapcsolatok vannak, hogy szerintem ezek egy életre szólóak lesznek. Nagyon szép volt a Szicília például csodálatos volt. Szardénia. Zenekarra voltam Finországban egy zenei világfesztiválon. A régi nagy sajnos már csak egy ember él belőlük. Csodálatos zenekar volt, kottát nem ismerő emberek. Csak jó szívvel tudunk rájuk gondolni. És minden útnak volt valami, valami olyan élmény, ami, ami úgy megmarad az emberbe mert nyilván, hogy sok gond, baj, de amikor hazatérünk, akkor már csak a szép emlékek maradnak meg. Mi volt a legemlékezetesebb a szakmaiságot tekintve? Ugye most direkt nem kérdeztem elismerést, mert hát itt lehetne mondani, hogy természetesen az, hogy az ember egy díszpolgári címet kap, az az, 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 az a top, ott onnantól fölfele már nincsen, de biztos vagyok benne, hogy vannak olyan apró kis emlékek, momentumok, amelyek ö, úgy megmaradnak, hogy na igen, ez, ez akkor bebizonyította, hogy minden fájdalomért, bármiért, mindenért érdemes volt. Ez akkor van, amikor az ember színpadon van, és vége van egy produkciónak, és mondjuk megszólal a magyar himnusz előtte, vagy utána is ott állunk az ászló alatt, akkor úgy gondolom, hogy érdemes volt. Ha nagyon jó, vagy itthon vagyunk egy fellépésen, és úgy látom, hogy jó hangulata van mindenkinek, úgy mindenki érzi, hogy na most, most mindent oda kell tenni, és úgy jól sikerült, és utána olyan mosolyogva jövünk le a színpadra, akkor, akkor megint érzem, hogy érdemes volt. Na ezért érdemes volt csinálni. De ezt nem csak én érzem, hanem a többiek is szerintem. Mert ez egy, ez egy közös munka meddig lehet ezt csinálni, meddig kell ezt csinálni. Hogy meddig kell, azt nem tudom, de hogy meddig lehet, én úgy gondolom, amíg az ember a lábát vagy a kezét fölbírja emelni, vagy még van hangja és tud énekelni. És én bízom benne, hogy ez még sokáig így lesz. Ha nem is, mint vezető, mert, mert azért nyilván eljön egy időpont, amikor azt mondom, hogy most már ezt csinálja egy fiatalabb, nagyobb energiával, több energia van bennem esetleg, mint bennem, de én a táncot nem szeretném abba hagyni, amíg én egészséges leszek, meg a párom. Én jól érzem magamot, és én szeretném tovább is a bodiszlót képviselni, vagy bodhiszlóról énekelni, vagy a hagyományt megőrizni. A művelődési házban beszéltem az imént róla, van egy kis szoba, ami a mi erekjeinket őrzi. Ha oda bemegyek néha, úgy egyedül, akkor úgy végignézem, rengeteg emlékköt hozzá, és akkor mindig eszembe jutnak azok az emberek is, akik már nincsenek közöttünk. Nekem az olyan szentély, de nem csak nekem, hanem a korosztályomnak is. Nagyon jó szíven megyünk oda be, és még ha beszélgetni is megyünk, de nagyon jó ott lenni. Az elmúlt 25-30 év nekünk az ott van bent. És ott is maradnék Igen, nem. hát bízom benne, hogy igen. Hát én egybe biztos vagyok, hogy ahogy mondta, amíg ön ezt a pozíciót be tudja tölteni, vagy itt tud maradni ebbe az Egyesületbe, és hát miért ne tudna, addig ez változni nem fog. Én számomra, és gondolom a nézők többségének is az ön személye a garancia. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt, és szívből gratulálunk még egyszer. Egész Tolna Megye nevében ehhez a kitüntetéshez. Köszönjük szépen a nézőknek a figyelmet, köszönöm, megtartsanak velünk legközelebb is, viszontlátásra.